A Kecskeméti Televízió csütörtök esti híradóját látják 19 órakor élőben. A híres hírek elején mutatjuk a legfontosabb témákat egy-egy mondatban. Félpályás lezárásokra és torlódásokra is kell számítani keddig a Szolnoki úti körforgalomnál. A piros jelzésen hajtott át ma reggel egy helyi buszjárat az északi térfalnál. Szent Rita, a kétségbejtő helyzetbe került emberek az anyaság védőszentje emlékére rendeztek konferenciát. Félpályás lezárásokra és torlódásokra is kell számítani jövő héten keddig a Békés Csabai, vagy a Szolnoki úti körforgalomnál útépítési munkák miatt. A kivitelező tájékoztatása alapján ezen a hétvégén történik meg a Géza fejedelem körút István király körút csomópontjában lévő körforgalomban az aszfalt marása. Az új aszfaltréteg beépítésére jövő hét hétfőn és kedden kerül sor, így akkor is korlátozásokra számíthatnak az autósok. A munkálatok ideje alatt csak szakaszos forgalomterelés lesz, tehát teljes útzár nem várható. A munka jellegéből adódóan jelentős torlódásokkal kell számolni az erre haladóknak, mint arról már korábban beszámoltunk, a Szolnoki út felújítása két ütemben történik, összesen több mint 3 kilométernyi útszakasz renoválásával. A 886 millió forintos projekt munkálatai várhatóan november végén fejeződnek be. Piros jelzésen hajtott át ma reggel egy helyi buszjárat Kecskeméten a Széchenyi tér Kápolna utca Hornyik János körút kereszteződésében. A 29-es járat szabálytalanul közlekedő autóbusz vezetőjére a Kecskeméti Televízió hívta fel a DAK ZRT figyelmét. A társaság soron kívüli vizsgálatot indított. Nézőinktől kaptuk ezt a felvételt. Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette azt, ahogyan reggel a 29-es busz vezetője a Széchenyi tér Kápolna utca Hornyik János körút kereszteződéséhez érve megáll a piros lámpánál. Pár másodpercet vár, majd amikor még piros a lámpa, egyszer csak elindul. Jól látható, hogy a lámpa csak akkor vált sárgára, illetve zöldre, amikor a busz már átment a kereszteződésen. A híres.hu már délelőtt közzétette a felvételt, az olvasók reakcióiból úgy tűnik nem egyedi esetről van szó. Híradónk a felvétel kapcsán megkereste a buszt üzemeltető DAK ZRT-t. Válaszukból kiderül, hogy soron kívüli vizsgálatot indítottak az eset kapcsán. A közlekedési társaság azt is megjegyzi, hogy bár folyamatosan képzik munkatársaikat, panaszok esetén mindig vizsgálatot folytatnak le, a szükséges munkáltató intézkedéseket pedig megteszik. Így lesz ez a szabálytalanul közlekedő 29-es járat autóbusz vezetője esetében is. Versenyképesség és innováció volt a fő témája a Neumann János Egyetem idei gazdálkodás és menedzsment tudományos konferenciájának. A rendezvényre nem csak magyarországi, hanem határon túli szakembereket, hallgatókat is vártak. 9. alkalommal tartja meg tudományos konferenciáját a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar. A korábbi Erdélyi Ferenc tudományos konferenciához képest már sokkal átfogóbb képet kaphatunk az agrár és a gazdasági ágazat együttműködéséről. A mostani jelszavak a versenyképesség és innováció voltak. Ennek a konferenciának az a célja, hogy elsősorban ugye a magyar felsőoktatásban a legfontosabb gazdálkodás menedzsmenttel kapcsolatos ismeretanyagot adjuk át egymásnak. Egy-egy országos program, sőt vannak határon túli vendégeink is, és tulajdonképpen itt több száz kollega fogja elmondani az ismeretanyagát és a tudományos kutatásokat. A konferenciát Finta Zita, a Neumann János Egyetem kancellárja nyitotta meg. Elmondta, hogy az ifjúság is képviselteti magát, hiszen 200-nál is több előadással érkeztek. Dr. Homoki Tamás, Kecskemét alpolgármesterek köszöntőjében kiemelte, hogy a gazdálkodás örökérvényű tudomány, amely hatással van mindenki életére. A felelős gazdálkodás az tud javítani a mindennapjainkon, ha a gazdálkodás nem felelős, akkor pedig el tudjuk rontani azt is, ami van. Éppen ezért nagyon fontos, hogy erről tudományos szinten is értekezések történjenek. Különösen fontos ez Kecskeméten. A konferencián idén már aranydiplomákat is átadhattak az intézményben, amiket a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar dékánja, dr. Palkovics András és dr. Euler Piroska, a Neumann János Egyetem rektora közösen nyújtottak át. Ezek lesznek az első aranydiplomák, amit így a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar, illetve a jogelődjei révén át tudunk adni. Olyan végzettek, akik az első évfolyamban tanultak,
ebben az épületben, vagy itt a környékünkön, és ennek megfelelően jelentkeztek erre a jeles alkalomra, hogy szeretnék átvenni ezt a díszdiplomát. A megnyitót követően plenáris előadásokkal, szakmai előadásokkal és szekcióülésekkel várták az érdeklődő szakembereket és diákokat. Szent Rita, a kétségbeejtő lehetetlen helyzetbe került emberek, az anyaság, a meddésségtől szenvedők védőszentje. Az ő emlékére rendezte konferenciát ma Kecskeméten, a rendezvény előtt szentmisét tartottak a nagy templomban. Szent Rita és a segítő szentek között a legnagyobb a boldogságos Szűz Mária. Szent István neki ajánlotta országát, népét, koronáját, és ma nagy szüksége van a magyar népnek a segítő szentek és a szűzanya pártfogására. Dr. Darvas Kozma József csíkszeredai pápai káplán esperes eképpen beszélt Szent Rita és a segítő szentek fontosságáról. A plébános azt is kiemelte, hogy Európa évek óta támadja hazánkat, és a magyaroknak imádkozniuk kell a békéért. Vejkei Imre országgyűlési képviselő szerint meg kell tartsuk hitünket, gyökereinket, mert sokan lépnek fel ellenünk. Sajnos a mai világban a heródesek száma egyre inkább növekszik, azért kell imádkozni, hogy a magyarok tartsanak ki a keresztény értékek mellett, és továbbra is ezek az értékek legyenek fontosak számukra. Az eseményen Lévai Jánosné képviselő, az egyházügyi munkacsoport vezetője mondott köszöntőt és olvasta fel Soltész Miklós egyházi nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár levelét. Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek a rendezvényen elmondta, a legfontosabb célja a konferenciának az, hogy ne felejtsük el a szenteket. A szentek azok a történelemben tovább élő Jézus Krisztus megvalósítói, tanításának az életre keltői. És azok között vannak olyanok, akiket segítő szenteknek hívnak, hiszen különösen betegség, nagy baj idején hívták segítségül az emberek. A rendezvényen szó esett hitvallásunk miben létéről, a csodákról, Szent Rita emlékéről és templomáról, a gyógyító szentek kultuszáról és a csíksomlyói segítő Mária történetéről. Két új zenés produkcióval várja a nézőket a Hírös Agóra októberben. Cserháti Zsuzsa emlékét és Antoine de Saint-Exupéry hercegét elevénítik meg a színpadon olyan neves előadók, mint az X-Faktorból is jól ismert Horányi Juli, valamint Újlaki Dénes. Zene, szeretet és a boldogság hódít teret októberben a Hírös Agórában. Bemutatnak ugyanis két produkciót, amelyekben olyan közismert előadók kaptak szerepet, mint Horányi Juli, az X-Faktor 5. évadának második helyezettje, Újlaki Dénes Jászai Mari díjas színművész, vagy Merz Fruzsina, a Katona József Színház színművésze. Természetesen óriási sikert várunk tőle, de tényleg valójában az van ugye, hogy két olyan produkcióról van szó, ami mind a kettő valamilyen szinten a szeretetről és a felelősségvállalásról beszél, és ez nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy erről tudjunk minél több embernek beszélni. Mind a kettő egy zenés előadás, tehát én azt gondolom, hogy igazán mélyen az emberi emóciókra tud hatni, és mélyen meg fogja érinteni azokat, akik itt lesznek. Egyrészt Cserháti Zsuzsa életébe kaphatunk betekintést, úgy, ahogyan eddig még soha a Boldogság című produkcióban. Bizony vannak olyan tehetségek, akiknek otthon a helyük egy életen át. A Cserháti Zsuzsát alakító Merz Fruzsina ezekkel a szavakkal élt a mai sajtóbeszélgetésen, amelyet a Hírös Agórában tartottak. Elmondta, nem volt könnyű a feladata, hiszen annak ellenére, hogy hasonlít a fiatal Cserhátira, mind az egyedi gesztusokat, mind a hanglejtést el kellett sajátítania, hogy igazán azonosulhasson a szereppel. Horányi Juli énekesnő főként a zene által eleveníti meg a művészt, és ő volt az, aki szerint ez az életút és karrier megír egy ilyesfajta dokumentációt. Ő tényleg egy nemzeti kincs volt, és tényleg úgy, ahogy a franciáknak Edith Piaf, vagy Marlene Dietrich a németeknek, vagy Marilyn Monroe Amerikában, ő egy nagy ikonunk volt, és fontos, hogy beszéljünk róla, és elmondjuk azt, hogy tényleg miken ment keresztül, hogy az emberek tudják, hogy ki volt az ember a hang mögött. A másik produkció Antoine de Saint-Exupéry kis hercege, amelyben a gyermekeknek szeretnék bemutatni a fontos emberi értékeket, és egyben inspirálni őket a műben rejlő gondolatok megszívlelésére és gyakorlására. 6-7 éves korban már megért egy gyerek egy olyan szót, hogy felelősség.
hűség, jóság, szeretet, hozzátartozás, annak az igénye, annak a beteljesülése. Szappanos Benedek, a Híres Agóra külső kapcsolatokért felelős vezetője elmondta, különleges nap volt a mai. Ritka ugyanis, amikor egy produkció alkotóival a bemutató előtt találkozhatunk. Farkas Ádám producer, a Katona József Színház művésze is tiszteletét tette a mai rendezvényen. A Kis Herceg című zenés mesejátékot október 7-én vasárnap, míg a Dokumentarista Színház és koncert eszközeivel bemutatott Boldogság című produkciót október 17-én szerdán láthatja a közönség a Híres Agórában. Országos jelentőségű gyermekszakmai konferenciát tartottak csütörtökön a Neumann János Egyetem pedagógus képző karán. A 2018-as gyermeklét konferencián a gyermekek és az ifjúság kutatásával foglalkozó műhelyek legfrissebb eredményeiről számoltak be a szakemberek. A gyermekek helyzetéről tanácskoztak ma a Neumann János Egyetem pedagógus képző karán a témával foglalkozó állami, kutatói és civil szervezetek, intézmények szakemberei. A Gyermeklét 2018 elnevezésű országos jelentőségű konferenciát a Neumann János Egyetem pedagógus képző kara a Magyar Pedagógiai Társaság szakosztályával és Bács-Kiskun megyei tagozatával közösen szervezte. Dr. Fülöp Tamás dékán stábunknak elmondta, szeretnék, hogy a kar hallgatói, munkatársai és a Bács-Kiskun megyei pedagógusok első kézből értesülhessenek ezekről az információkról. A dékán köszöntője után dr. Singer Veronika, a Magyar Pedagógiai Társaság megyei tagozati elnöke is beszédet mondott, majd Kovács Anna Sára, az UNICEF Magyarország gyermekjogi munkatársa indította el az előadások sorát. Plenáris előadásában többek között arról beszélt, hogy az UNICEF számára kezdetben az európai gyermekek védelme volt prioritás a II. Világháború pusztítása miatt. Ez megváltozott, hiszen ma már inkább Afrikában és Ázsiában van szükség tevékenységükre. Gyermekjogi, gyermekegészségügyi kérdések kerültek terítékre a továbbiakban, de szó esett a gyermekkultúráról és a társadalom peremén élő fiatalokról is. Elárasztják Kecskemétet az animációs filmek. Október 26-a és 28-a között érkezik az immár 6. alkalommal több mint 100 helyszínen megrendezett országos rajzfilm ünnep, melyen Kecskemét is fontos szerepet kap. Városunk több okból is bekapcsolódik az eseménybe. Csenki Csabáné, az otthonmozi vezetője elárulta, idén az erdő kapitányát láthatják a nézők, illetve Ruben Brandt a Gyűjtő című egész estés magyar animációs akciótrillerre is benevezhetnek. Utóbbi azért érdekes, mert kecskeméti alkotói is vannak, a helyszínen pedig lehetőség nyílik a készítőivel találkozni. A producer például már biztosan ott lesz az otthonmoziban. Mikulás Ferenc, a Kecskeméti Animációs Filmstúdió és a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál igazgatója elmondta, városunk nem csupán azért különleges, mert itt is megünneplik az animáció világnapját, hanem számos olyan filmet fognak vetíteni országszerte, amelyek a Híres Város büszkeségei. A helyi rajzfilmstúdióban készült cigánymesékkel és a Vörös Teknőssel, Kányádi Sándor világlátott egérkéjével és a négyszögletű kerekerdővel is találkozhatnak majd az érdeklődők. Kecskeméten a megyei könyvtárban tartott konferenciát az Eötvös Loránd Tudományegyetem szláv filológiai tanszéke. Az eseményen a tanszéken folyó tudományos munkával ismerkedhettek az érdeklődők. Bölcsészettudományi konferencia helyszíne volt ma a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár. Az ELTE szláv filológiai tanszékének tanárai és hallgatói tartottak előadásokat a legkülönfélébb szlavisztikai tudománykörbe tartozó témákról. Nyelvészeti, irodalmi és történelmi megközelítésű beszámolók is terítékre kerültek. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a konferencia egyik fontos szerepét abban látja, hogy lebontja az előítéleteket, amelyek abból fakadnak, hogy nincs elég ismeretünk a szóban forgó másik kultúráról. Ramháb Mária könyvtárigazgató a könyvtár nyitottságát hangsúlyozta, valamint arról is szólt, hogy az intézmény számos nemzetiségi nyelvű könyvvel rendelkezik, és minden fontos nemzetiségeket érintő közgyűlési döntést mérföldkövet rögzít az adatbázisában. Dr. Bocskov Petrov Jordán, a bolgár önkormányzat elnöke kiemelte, Kecskemét térségében, Cegléden és Nagykörösön korábban sok bolgár kertész dolgozott. Professzor Dr. Lukács István tanszékvezető egyetemi tanár pedig az ELTE gazdag képzési kínálatáról beszélt. Mint mondta, összesen 67 féle nyelvet oktatnak az intézményben, döntő többségük élő nyelv.
arról is szólt, hogy Magyarország elemi érdeke, hogy megismerje a környező népek nyelvét és kultúráját. Kecskemét harmadik állomása volt a Tudományt Népszerűsítő Konferenciának, amelynek legközelebbi helyszíne Székesfehérvár lesz. És ennyi fért a hírös hírekbe. Csütörtökön este mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Félpályás lezárásokra és torlódásokra is kell számítani jövő héten, keddig a Szolnoki úti körforgalomnál útépítési munkák miatt. A piros jelzésen hajtott át ma reggel egy helyi buszjárat Kecskeméten az északi térfalnál. A 29-es járat szabálytalanul közlekedő autóbusz vezetőjére a Kecskeméti Televízió hívta fel a DAK ZRT figyelmét. Szent Rita a kétségbeejtő lehetetlen helyzetbe került emberek, az anyaság, a meddőség szenvedő védőszentje, az ő emlékére rendezte konferenciát ma Kecskeméten. Versenyképesség és innováció volt a fő témája a Neumann János Egyetem idei gazdálkodás és menedzsment tudományos konferenciájának. A rendezvényre határon túli szakembereket és hallgatókat is vártak. Ez volt a híradó, most a hírhálót folytatjuk a kiemelővel, amelyben rögtön jön az első vendég, Levicki Cirillel, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatójával a szakképzés jövőjéről beszélgetünk majd. Stábunk ellátogatott az SOS gyermekfalu nyílt napjára is, és ezután jön a stúdióba szintén Olá Edit, a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun megyei irodájának vezetője, akivel a helyi termékünnep egy érdekes mozzanatáról fogunk beszélgetni, és végül azt is megvizsgáljuk, mennyire vagyunk óvatosak, amikor füstmérgezésről van szó. Ha lemaradtak a híreinkről, akkor azokat újra tudják olvasni a hírportálunkon, a címhíres.hu, vagy újra tudják nézni a híradót 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor, és ne felejtsék el, hogy a hírös híreket teljes egészében újra tudják nézni a honlapunkon, amelynek a címe kecskemétitv.hu. Friss híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, nézzenek minket akkor is, további szép estét, jó tévézést, viszontlátásra! Pénteken ragyogó napos időre számíthatunk, amit eleinte csupán északkeleten zavarhat némi felhő, de csapadék nem várható. Hajnalban 2-9 fok valószínű, gyenge fagy csak a fagyzugos helyeken fordulhat elő. Délután 23 fokot mérhetünk, frontmentes idő lesz. Szombaton többfelé erős északi-északnyugati széllel hideg front érkezik a Dunántúlon, és északkeleten viharos széllökésekre kell készülni. A Dunától keletre számíthatunk esőre, helyenként záporra is. Jelentős csapadék azonban nem érkezik, visszaesik a hőmérséklet, napközben 18 fok várható. Vasárnap országszerte visszatér a napos száraz idő, de még többfelé élénk lesz az északkeleti szél. A csípős hajnal után napközben 18 fok körül lesz a hőmérséklet.